Köszöntjük kedves nézőinket, Lechner Henrietta vagyok, Önök a mai panorámát látják, amiben minden hónap harmadik péntekén megmutatjuk mai község legfontosabb eseményeinek beszámolóját. Mintegy 15 millió forintból készült el a szabadtéri Kondi Park a közösségi könyvtár parkjában, ahol saját testsúlyos edzéseket végezhetnek a település lakosai. A telepített eszközök ugyanis alkalmasak bármely korosztály mozgásigényének kielégítésére és az aktív testedzés biztosítására a szabad levegőn. A helyi sportolók erőnléti edzéséhez is hozzájárul majd az új lehetőség, de gyermekek is használhatják szülői felügyelettel. Az egészség megőrzése és a mozgás népszerűsítése volt a célja annak a fedett Kondi Parknak, amely a közösségi ház mellett kapott helyet egy korszerű játszótér mellett. Mái önkormányzatának nem titkolt elképzelése az volt a pályázat beadásakor, hogy generációk szórakozhassanak, sportolhassanak együtt egy helyszínen. A teljes testet átmozgató felnőtt játszótér közel 12 millió forintba került, amit a gyerekek csak szülői felügyelettel használhatnak, ám a helyi lakosok mellett a sportolók számára is nagy segítséget jelent majd az erőnléti edzések tekintetében. 2020. harmadik hó 25-én adták át a parkot, ez egy C-típusú Kondi Park, ami közel 12 millió forintból a beruházási ügynökségen keresztül jött létre. Ugye itt játszótér volt eredetileg, és ezt bővítettük most tovább, hiszen ide járnak a családok a kicsikkel és a nagyokkal is most már, így mindenki talál kedvére való elfoglaltságot. A telepített eszközök alkalmasak a hasizomerősítésre, fekvőtámaszra, lépcsőzésre, húzózkodásra, függeszkedésre. A program célkitűzése a rendszeres testmozgás népszerűsítése, ezáltal az egészségmegőrzés támogatása. A koronavírusra való tekintettel a könyvtár dolgozói minden nap lefertőtlenítik a játszótér és a Kondi Park elemeit is. Nagyon népszerű a sport Máiban, több szakosztályunk van, és folyamatosan bővül az egyesület. Nem régen új színfolttal, a női focival bővültünk, de jönnek modellezők, ugye vannak különféle futballsportágok, kispályás, nagypályás, ifi, indulunk a MLS bajnokságában is, megy a kettőben, de van röplabda szakosztály, az is inkább a női nemnek a képviselői űzik, de időnként bebevesznek férfiakat is, mikor a létszám esetleg úgy alakul. Most a fejlődésnek az útjára léptünk, negyed kettes csapatnak új edzőt szerződtettünk. Nagyon fontos, hogy legalább a hazai meccseket hozzuk, hogy a hazai közönséget kiszolgáljuk. Ehhez kitűnő lehetőség egy ilyen szabadidőpark, ahol az edzések egy részét, erőnléti edzéseket meg lehet tartani. A labdás edzéseket persze természetesen a pályán kell gyakorolni azokat a figuránkat, amivel meg lehet lepni az ellenfeleket, de azért kell, hogy azt a 90 percet végigbírják a fiúk, úgyhogy lehet felfutni a Máidombon is, de egyébként kitűnő egy ilyen park is, amikor a saját testsúlyjal edzhetik magukat. Ehhez nem kell nagyon drága eszközöket vásárolni, hogyha már létesült egy ilyen park, akkor csak ki kell használni. És ezt a fiataloktól az idősebbekig bárki használhatja. Része volt a több generációs közösségi tér kialakításának. Szeretnénk, hogyha az idősebbek is, a középgeneráció is, és a jövő reménysége is megtalálnák egy időbe itt a kikapcsolódási lehetőségeket. A könyvtár majd bővülne egy olyan helyiséggel, ahol nappal az idősek tudnák aktívan eltölteni az idejüket. Ez ilyen napközi otthonos idősek otthona lenne, talán így tudnám megfogalmazni, hogy itt a középkorosztály a sportparkba megtalálja szintén a kikapcsolódási lehetőséget, és itt van a játszótér, ahol a legifjabbak szintén a szabadidejüket el tudják tölteni szülői felügyelettel, hiszen a szülők itt a játszótérre rálátnak, és talán ők is aktívan tudják tölteni azt az időt, amit a gyerekekre vigyáznak. A könyvtár életébe úgy vonjuk be a gyerekeket, hogy minden évben rendezünk nekik programokat. Többek között, ami nagy sikert aratott, az a húsvéti tojáskereső játékunk. Ezen kívül a tábori programba is bevontuk mozgásfejlesztés programként a játszóteret. Kedves
2013-ban kezdődött a csapadékvízelvezető árkok kiépítése Máiban, bár az egész településen problémát okoz, a mostani első szakasz a legkritikusabb részen a Bem József, Munkás és Bercsényi utcákban zajlik a kivitelezés, mintegy 4 kilométeres szakaszon. A kapubeállók helyreállítására nem lett volna elegendő a pályázaton elnyert összeg, így az önkormányzat saját forrásból több mint 30 millió forinttal járult hozzá a munkálatokhoz, amelyek teljes költségvetése közel 141 millió forint. Mintegy 4 kilométeres szakaszon kezdődött meg Máiban a csapadékvízelvezető árkok kiépítése az elmúlt hetekben, amely közel 141 millió forintból valósul meg. A munkálatok első szakaszát a Bem József, Munkás és Bercsényi utcákban kezdték el a páros oldalon, amely a legkritikusabbnak bizonyult. A lakossági fórumon elhangzott javaslatokat megvizsgálták a szakemberek, és a lehetőségekhez képest igyekeztek bevonni az építő ötleteket. Ám a kivitelezést végző cég építésvezetőjével is van lehetősége a lakosoknak egyeztetni, de a jelenlegi beruházáson csupán észszerű keretek között lehet bővíteni mérnöki egyeztetést követően. Ez egy régen kezdődött folyamat, és hosszú ideig fog tartani, úgy gondolom. 2013-ban elnyertünk egy pályázatot, ahol a helyi monomálok rekonstrukcióval megtörtént, és ez volt a feltétele, hogy folytathatjuk a további pályázatokat, a csapadékvíz elvezetés kiépítését. Azért mondtam, hogy ez egy hosszú folyamat lenne, hiszen az egész településen probléma a csapadékvíz elvezetés. 4 kilométer szakaszon nyertük meg ezt a pályázatot, ez az egyik leghosszabb folyóméter, amit itt a megyében megnyertek. A pályázatban nem jutott arra pénz, hogy a kapubeállók helyreállítására is jusson pénz, és ezért ezt önerőből kellett megoldanunk, erre 16 millió forintot fordítunk rá. De nagyon örülök neki, hogy ezt a 4 kilométert megítélték nekünk, és elnyertük ezt a pályázatot, ami 140 millió forintba kerül, ez a 4 kilométeres szakasz kivitelezése. Ebből 102 millió forintot kaptunk támogatásként, és ugye, mint említettem, 16 milliót hozzáteszünk önerőként. Szeretnénk mindig zökkenőmentesebben megvalósítani a kivitelezést, ezért a helyi építésvezető meg lehet keresni, a Dégesztor nyerte meg a pályázatot, és a helyi építésvezető Borsos Ivánt lehet nyugodtan keresni bármilyen kérdéssel, szívesen állunk mindenki rendelkezésére. Szeretnénk, hogyha ez a beruházás mindenkinek örömet okozna. Jó visszajelzéseket kaptam, türelmesek a lakók, és azt meg szeretném köszönni, és reméljük a további folyamatok is ilyen hangnembe, hangulatba fognak zajlani. Itt a csapadékvízzel kapcsolatban is a tetőkről, illetve a lakóépületekről összegyűjtött csapadékvízzel kapcsolatos kérdések a kiépített árokban nem lehet bevezetni, hiszen ez rendelet szabályozza, hogy a keletkezett csapadékot a telken kell elszikasztani. Tehát ez az árokrendszer, amit méretezve van, ez nincs arra méretezve, hogy minden egyes lakóépület tetőzetéről lejövő vizet el tudjon nyelni. Az átadásig meg szeretnék kérni mindenkit, hogy a beépített betonelemekhez ne nyúljanak, ne fúrják, ne faragják, ne vezessenek bele semmit, mert a műszaki átadásnál ez probléma lesz, hogyha esetleg a beépített elemek már átalakítva, majd megbontva lesznek. A kivitelezés előtt tartottunk lakossági fórumot, lakossági tájékoztatást. Itt felmerültek igények a kivitelezéssel kapcsolatban, amit figyelembe fogunk venni, de az elnyert pályázatot a tervek szerint kell megvalósítanunk, már elkezdtük a lakossági igényeknek megfelelően, illetve a lakossági javaslatoknak megfelelően a terveket módosítani, illetve nem is módosítjuk ezt, hanem hozzá teszünk még plusz dolgokat, hogyha lehetséges. Tehát ezt a mérnökök fogják megtervezni, kigondolni, és először a geodézia kell hozzá, és ha a szintek megengedik, akkor természetesen megpróbáljuk úgy kialakítani a csapadékvíz elvezetést, hogy az mindenkinek a megelégedésére szolgáljon. Mai község önkormányzata a 2020-as évben honismereti tábort szervezett meg 30 gyermek részére, akik jutalomtáborként a jó tanulmányi eredményük és magatartásuk, a színjátszó körbeli részvételük, valamint hátrányos helyzetük miatt lettek kiválasztva. A diákok kézműves foglalkozásokon, közösségépítő játékokon, nappali és éjszakai túrán vehettek részt, de mesevonatozás, számháború és játszóház is szerepelt a programok között.
Honismereti tábort szerveztek májiban, ahonnan 30 gyermeket vittek irodára a Cserehátban található mesefaluba. A gyermekek egy hetet töltöttek el tartalmas programokkal, amelyben a honismeret, a hagyományőrzés, a mozgás, a környezet és a kézműves alkotás is nagy szerepet kapott a közösségépítő programok mellett. A 2-től 8-os évfolyamos diákokra 3 pedagógus felügyelt, akik minden percben reagáltak a gyermekek kérdéseire, így bővítve ismereteiket. Teljes hetet irotán töltöttük az Esély a Tanuláshoz Alapítvány szálláshelyén. A fő szempont a környezet megismerése, a környezettudatos életmódra nevelés, a túraútvonalak felfedezése, tanösvények körbejárása volt, és mindezt kiegészítve olyan elemekkel, amiket a gyerekek is említettek, amelyeket szívesen végeznek kézműveskedéssel, tündenénivel, sok-sok játékkal, fürdéssel, természetesen igyekezve az ide vonatkozó szabályokat betartani. Mennyiben volt ez az év különleges a Covid miatt? Rendszeresen kézmosásra szólítottuk őket, többször mostak kezet. Éppenséggel azért a távolságtartás szabályait kicsit nehezebb volt betartani, hiszen többen először voltak távol a szüleiktől, és igenis igényelték azt, hogy közelebb jöjjenek, hogy megöleljük őket. Volt, aki még puszikát is szeretett volna, tehát egy picit azért ezzel ez nehézséget okozott nekünk, hogy betartsuk, de egyébként úgy a táborban is, fertőtlenítő minden mennyiségben, a kézmosáshoz nem hagyományos törülközőt, hanem papírtörülközőt bocsátottak a rendelkezésünkre, tehát az étkezéseknél is azért kellő távolságot sok asztalnál helyezkedtek el a gyerekek. A szeretetteljes emberi kapcsolatok azért megjelentek, és a gyerekek egymáshoz is kicsit néha közelebb kerültek, és hozzánk is. Először voltál ebben a táborban, Milán? Hát igen. Hogy érezted magad, mit csináltál? Teljesen jól. A nyáron sokszor tudok barátkozni, lóghatok a társaimmal is, illetve osztálytársaimmal és a kedvenc tanáraimmal is. Nagyon jól éreztem magamat, tetszett ez a sok kézműveskedés, és mivel a művészet az én erősségem, ezért Tünde néni adott bele a bajtanyait. És ezt tetszett a legjobb a táborba. Neked mi volt egyébként, Milán, a kedvenced a táborba? Hát a kézműveskedés, a ilyen játékok, a trambulinozás, medhencézés. Ugyanúgy, mint minden táborban, ugye volt a 7 órási kelés, délelőtt folyamán voltak a különféle foglalkozások. Volt olyan, amikor 30-an voltunk, hogy nem tudtunk egyszerre dolgozni, akkor párhuzamosan vagy medencéztek, vagy közösségi játékokat játszottak. 1 órakor mindig ebéd volt, 7 órakor mindig vacsora, és azokat a szakokat, amikor ugye az étkezések között töltöttük meg azzal a tartalommal, amit kaptak a gyerekek. Hiába egy iskolából jöttünk, azért itt másodikat végző és 8-at végző gyerek is volt, de nagyon jól megtalálták a hangot, én úgy gondolom, egymással. A tábortűz, meg a kézműveskedés, a medencézés, nekem ezek voltak az éjszakai túrák, nekem a tábortűz, a számháború, meg minden. Minden, úgy egybe? Igen. Nekem a medencézés, az olvás. Szeretsz aludni? Hát, ja, nagyon nehezen tudok aludni, meg azt, hogy szalonnát sütöttünk. Minden nap volt kézműveskedés. Az első nap egy pólót készítettünk, textilfestékkel és textilfilccel díszítettük, nagyon szép alkotások jöttek létre. Akkor belevittünk egy kis, ahogy mondta itt a kisfiú, a képzőművészetet is, hisz ilyen nyomhagyással, dekopás festékkel és fülpálcikával különféle nagyon szép alakzatokat vittünk, saját motivumokat is, de mi azt szeretjük, hogyha ők maguk az ő fantáziájukkal alakítanak ki, és meg is történt, nagyon jó pofa volt. Készítettünk kulcstartót, készítettünk hűtőmágnest, készítettünk üvegfestés volt még, és rengeteg fonat készítése, hát azt nagyon szerették, állandóan készítették a fonatokat, és itt megismertettük a gyerekekkel egy ősi hagyomány a körmönfonásnak a technikáját is, és azt is nagyon szerették. És várjátok már sulit egyébként? Nem!
Mivel egy honismereti táborról volt szó, nagyon fontosnak tartottuk, hogy ebben a témában is minél több információt osszunk meg a gyerekekkel. Sokat beszélgettünk erről, arról, hogy ugye az északi középhegységben járunk, mindenki a maga szintjéhez mérten tette hozzá a tudását. Borsodabaui Zemplén megye nevezetességeit, úgy az épített, mint a természeti örökségét, így körbejártuk gondolatban. Szerettünk volna egy drón videót is megmutatni a gyerekeknek, de ezt majd a létrehozott Messenger csoportban azért meg is osztjuk a szülőkkel és rajtuk keresztül a gyerekekkel, mert ott az internet ezt a lehetőséget nem adta meg számunkra. Írotta a történetét, az ott lévő tábláról elolvastuk, megbeszéltük azt, hogy mi az, hogy zsákfalu. A gyerekek számára ez egy ismeretlen fogalom volt. Azt gondolták, hogy egy zsák alakú községről van szó, úgyhogy ez mindenki most megtanulta. Aztán találtunk a mesefaluban, a sok mesehős mellett egy emlékművet is, augusztus 20-a felirattal, vagy augusztus 20 felirattal, és azt is azért körbejártuk a gyerekekkel, hogy mi ennek a jelentősége, vagy mihez kapcsolódik ez. Úgyhogy igyekeztünk mindent, amit csak ott szóba került, ezt mindent megbeszélni velük, hogy minél tartalmasabb legyen számukra ez a honismereti tábor. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Lechner Herriettát látták a mai panoráma 2020. évi augusztusi híreivel. Híradónk anyagait visszanézhetik YouTube-on a Mai TV csatornán, vagy Mai Facebook oldalán, ahol megoszthatják velünk észrevételeiket, ötleteiket. Egy hónap múlva friss hírekkel várjuk Önöket, a viszontlátásra!